Szeretettel köszöntök mindenkit! 8. osztályban részletesen foglalkozunk a szerzői jogokkal és a források jelölésével. A tananyag végén egy feladatsor megoldásával bizonyíthatják a tanulók, hogy legalább alapszinten elsajátították az ismereteket. A könyvtári óráimon nagy kedvel alkalmazok különböző játékos elemeket, hiszen mottóm a tanul játszva, játsz tanulva. Ezúttal egy mini szabadulószobát tervezem a Geniali alkalmazás segítségével. A feladatokat a program speciális kiterjesztéseivel, kódokkal készítettem, háromhoz pedig Learning Apps-os feladatot ágyaztam be. A forrásként felhasznált dokumentumokat minden csoport megkapta a tanórán. De nézzük csak! Az egyik csoport már türelmetlenül várja, hogy megtekintsünk, mit is csinálnak a könyvtárban. A házi feladatot készítik. Megszólal Balázs telefonja, Emese hívja. Szia! Bajban vagyok, kellene egy kis segítség. Beadandót kellett készíteni a Csillámpónik Berettyó újfalui támadásáról. Szerintem szuper anyagot állítottam össze, de a tanárom visszadobta, mert nem adtam meg a felhasznált forrásokat. Most itt ülök bezárva a könyvtárban, csak akkor engednek ki, ha megoldok 5 feladatot hibátlanul. Segíts! Léci! Léci! A 4 diák segít a mesének. Először egy könyv bibliográfiai adatait írják le. A második feladat a magyar értelmező kéziszótár adatainak értelmezése, majd a plágium szó megkeresése. A harmadikban kifejezéseket és meghatározásokat kell összepárosítani. A negyedik feladatban 2 online cikk bibliográfiai adatai után kell nyomozni. Az ötödikben egy élet és tudományban megjelent cikk adatait kell beírni megfelelő sorrendben szövegdobozokba. Az utolsó beírandó kód a lapról leolvasható évfolyam sorszáma. Tök jó, végre kijutottam. Köszi a segítséget! Sziasztok! A gyerekeknek nagyon tetszett a játék. A digitális oktatás során 2 másik 8. osztálynál használtam fel ezt a feladatsort, akkor a nekik készített online ékeltem be, kicsit átdolgozott formában. A most látott feladatsor link birtokában bárki által megoldható. Köszönöm a figyelmeteket!